Köszöntöm nézőinket! Önök a Kaposmenti magazint látják. Hagyományok házát adtak át Csíkóstőtösön, a közel 60 millió forintból felújított épületet, a hozzátartozó istállót és pincét közel 60 millió forintból újították fel. Tiszta szoba, ami a múlt használati tárgyait mutatja be, mellette pedig digitális táblagépekkel felszerelt előadóterem. Jól megférnek egymás mellett a régi időket és a modernkor eszközeit is felsorakoztató termek a Csíkóstőtösi Hagyományok házában. A helyiek mindig is ezt tartották a legszebb épületnek a faluban. Az önkormányzat tavaly tudta megvenni az ingatlant, majd a közel 60 millió forintos fejlesztést a top forrásoknak köszönhetően el is kezdték. Ez a településnek régi vágya volt, ezt a legszebb házat a faluban mindig így hívtuk, hogy megszerezzük. 2002 óta fájtól fogunk erre az épületre, és tavaly érkezett el a pillanat, 17-ben meg tudtuk szerezni. Nyilván ez az esemény örömteli volt számunkra, hiszen ezzel egy időben volt lehetőségünk beadni egy pályázatot is, és ennek az épületnek a felújítását elkövetni. A most átadott Csíkóstőtösi Hagyományok háza egy komplex turisztikai fejlesztés sorozat egyik legfontosabb pillére. Ez az épület felújítása egy három pilléren alapuló turisztikai projektnek az indulópontja, hiszen ahol állunk ez a hagyományok háza, ehhez kapcsolódik a vizekvilágos, van egy egészségpontunk még. Nyilván mi nagyon örülnénk, hogyha a tavasztól meg tudnánk tölteni tartalom lesz az épületet, hiszen azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések, amelyek az elmúlt években zajlottak, és az elmúlt két évben valóban be is fejeződtek, lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hideérkezik a településre egy napot nagyon kellemesen el tudjon tölteni. Nagyon fontos, hogy készült egy előadóterem, ahol 36 főt, akár egy osztályt, egy nyugdíjas csoportot tudunk fogadni, és egy 25-30 perces előadás mentén felhívjuk a figyelmüket az itt látnivalókra, illetve interaktív eszközöket helyeztünk el a foglalkoztatóterembe. Ezt követően meg tudják nézni a berendezett tiszta szobánkat, illetve a pajtába berendezett mezőség kiállítást is. Nagyon fontos számomra, hogy ez az épülethez kapcsolódott menet közben még egy budapesti megkeresés is, és Károlyi András festőművész grafikus úr úgy döntött, hogy hagyatékát Csíkóstőtösön szeretni elhelyezni, és szeretni a településre bízni, úgyhogy az utcafronti szobába került kialakításra a Károlyi terem, amely mai nap folyamán szintén átadásra kerül. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Csíkóstőtös országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a hagyományok háza azért különösen fontos fejlesztés, mert az épület szolgáltatásait a turisták és a helyiek is ki tudják használni. Nagyon fontos az, hogy minden település ismerje a múltját, és ebből a múltból meg tudja fogalmazni a jelent és a jövőt. Amikor itt Csíkóstőtös esetében átadtuk a hagyományok házát, akkor többen beszéltek erről. Egyébként maga ez a projekt három ütemben zajlik, illetve három dologból épül össze. Az egyik volt a magának a háznak az elkészülte, ez kb. 60 millió forintot emésztett fel, egyébként a projekt pedig 105 millió forintos. Nem csak a turisztikára kell hangsúlyt fektetni ennél a projektnél is, hanem arra, hogy az itt élők és a környékbeliek tudják használni. Ez egy olyan közösségi tér, ahol van kiállítás, ahol van kisebb konferenciák, akár tanóráknak a megtartására lehetőség. Mellette egy kis borospince készült el, illetve a település régi életét bemutató kis kiállítás. Elsősorban az itt élő gyerekeknek, fiataloknak kell ezt megismerniük, és aztán nyilván egy tágabb körnek. Hét sportággal ismerkedhettek meg azok, akik október utolsó szombatján kilátogattak Döbrökközön a helyi sportág választóra. A szervezők célja az volt, hogy minél fiatalabb korban segítsenek megtalálni a gyerekeknek azt a sportágat, amiben igazán magukra találhatnak.
A kaposvári Rákóczi egykori játékosaival mérkőztek meg az MLS pályázatán nyert műfüves kispályán a döbrökközi öreg fiúk október utolsó szombatjának délutánján. A nem mindennapi mérkőzés a helyi sportág választó nap részeként került sor. A nagy sportágválasztó ötlete 2007-ben öltött fizikai formát, Ipa Csendre világbajnoki bronzérmes kenus fejében született meg az ötlet. Az alapkoncepció már akkor is az volt, hogy a szervezők segítsenek a gyerekeknek olyan sportágat választani, amiben önmagukra találhatnak, amellett, hogy az életükbe az egészségtudat és a mozgás szeretete is beépül. Döbrökközön ezt a hagyományt vitték most tovább. A mai nap folyamán kettő rendezvényünk van. Egy napon folyik a kettő elfopos pályázatból nyert rendezvény, az egyik egy sportágválasztó, amin 7 sportágot szeretnénk bemutatni a döbrökközi diákoknak, ifjúságnak, legyen lehetőségük egy sportágat kiválasztani. Ezek között van, ami éppen mögöttem zajlik, a foci, ugye a labdarúgás, a kaposvári Rákóczi és a döbrökközi öreg fiúk foci meccs. Aztán volt már egy zumba óránk, reggel itt voltak az asztali teniszezők, volt íjászat, judósok bemutatója volt, és lehetett kipróbálni is a judó fogásokat. Aztán még ami vissza van, várjuk a 3 ökölvívót, az ökölvívás sportnak a népszerűsítésére, és az egészségnaphoz kapcsolódóan pedig 4 órakor érkezik hozzánk Rubin Tréka, egy alakreform testnevelés órát tart a fiataloknak. A 7 sportág bemutatása mellett a döbrökközi szervezők arra is nagy gondot fordítottak, hogy az egészségtudatos életmód más aspektusaira is felhívják a programokra kilátogatók figyelmét. Dombóvári EFI irodától jöttünk, azért jöttünk, hogy minden több embert leszoktassunk a dohányzásról, illetve segítséget nyújtsunk. Az irodába leszoktatási tanácsadás működik, ami teljesen ingyenes, kérjen segítségünket. Kapcsolódó az egészségnaphoz, fönt az IKSZ-ben, pedig 9 órától délután 2 óráig volt egészséges életmóddal kapcsolatos különböző rendezvény, ami azt jelenti, hogy lehetett apiterápiás dolgokkal ismerkedni, gyógynövényeket ismerhettek, volt gyógynövényekből tea készítve, és különböző teákat kóstolhattak. Döbrökközön nem ez volt az egyetlen olyan rendezvény, amivel a szervezők az egészséges életmód fontosságát akarták népszerűsíteni, sőt az ezt célzó fejlesztésekben sem szűkölködik a település. Egy személyben a sportkör elnöke is vagyok Döbrökközön. Döbrökközön a labdarúgás, ugye, ami a sportkörnek a fő ága. Igyekszünk a fiatalokat egyre jobban bevonni a sportban. Ez lenne a lényeg, hogy az egészség és a sport összefügg. Munka pedig bőven van e téren, mert hogy Döbrökköz kifejezetten jól áll a fiatalok számát tekintve. Sajnos az iskolában elég fogy a létszámunk, de az óvodában meg nő, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő években már egyre több iskolásunk is lesz, és a létszám csak nőni fog. A sportágválasztó rendszerint saját sportáguk igazi nagyágyúit sorakoztatja fel, így látogatott el Döbrökközre most például Balzsai Károly, profi ökölvívó is. Hét új munkahely jött létre az alig 600 fős Észak-Torna megyei NAKON az új agrárlogisztikai központnak köszönhetően. A szárító és előfeldolgozó üzemben tökmaggal foglalkoznak majd a szakemberek, amit elsősorban az élelmiszer és a gyógyszeripar számára értékesítenek tovább. A tulajdonosok célja, hogy az agrárlogisztikai központ rövid időn belül igazi termelő üzemmé váljon, ahol például tökmag olajat is lehet sajtolni. We'll be right back.
Már dolgozik a szárítógép az Észak-Torna megyei NAK új agrárlogisztikai központjában. A tökmag előfeldolgozására, szárítására és tárolására alkalmas üzemet a régi TS iroda épületében alakították ki. A vállalkozás ügyvezetője azt mondja, a helyben termelt és szárított tökmagra már most rengeteg megrendelésük van, elsősorban az élelmiszeripar részéről. Egy olyan beruházást valósítunk meg, amivel egy egyszerű termék, ből egy magasabb hozzáadott értékű terméket tudunk előállítani, és úgy gondolom a piac ma erre fogékony, és lehet vele foglalkozni. Két oldalról lehet megközelíteni. Egyrészt a társadalmi szerepvállalás oldaláról, amikor azt mondom, hogy egy ilyen kis településen munkahelyet teremteni nem egyszerű dolog, viszont ezzel a beruházással megvalósíthatjuk ezt az alapvető elvárást, hogy új munkahelyeket teremtünk. És bízok benne, hogy hosszú távon lehetőséget tudunk adni a dolgozók számára is. Itt tulajdonképpen a héj nélküli olajtökre alapozottan egy feldolgozó üzem csirái vannak, ha úgy tetszik. Az első lépésben egy agrárlogisztikai központ létesítését valósítottuk meg uniós pályázat keretében, támogatással. Ennek lényege, hogy a térségben gazdálkodó mezőgazdasági termelők számára adunk lehetőséget, hogy a megtermelt alapanyagot itt elsődlegesen feldolgozzuk, szárítjuk és tároljuk, majd ezt követően az ő döntésük szerint vagy értékesítik felénk, vagy éppenséggel kimennek a piacra vele és máshol értékesítik. Az üzem többségi tulajdonosa a helyi önkormányzat és az itt dolgozók is a településről kerültek ki. A beruházás ezért nem csak jelentős helyi adóbevételt hoz a falunak, de az alig 600 fős NAK-on 7 új munkahely is létrejöhet, ami a polgármester szerint jelentős eredmény. A kimezőgazdasági ZRT ügyvezető igazgatójának volt egy ötlete a tök feldolgozás és termesztéssel kapcsolatosan, és ez ugye elég sok munkaerőt igényel. Az önkormányzatunknak nagyon fontos, hogy minél több embert helyben tartsunk, és ez nem megy egyébként, mint a helyi munkahelyeknek a megteremtésével. Ez egy kiváló alkalom. Terveink szerint ebben az üzemben egy 5-7 főnek tudunk első körben munkát biztosítani, ezáltal itt tartani őket. Az Agrárlogisztikai Központ a Tolna megyei önkormányzat által irányított TOP program 110 millió forintos támogatásával épült meg. A megyei önkormányzat elnöke szerint a Tolna megyének így jutó 27,5 milliárd forint azt a célt szolgálja, hogy a települések erősödjenek gazdaságilag, és hogy a helyiek ne akarjanak elvándorolni még a kis falvakból sem. Minden feltételt megpróbálunk megteremteni annak érdekében, hogy a területi operatív program pályázatai folyamatosan és ütemesen valósuljanak meg. Itt ez egy ipari létesítmény tulajdonképpen, ez különösen örvendetes a számunkra is, mert ezek az igazi megtartó erők a vidéken. Tehát, hogyha egy ilyen kis településen megtelepedik egy ilyen mezőgazdasággal foglalkozó ipari vállalkozás, az nyilván itt fog munkaerőt keresni, itt talál a környéken munkaerőt, itt termelteti meg a magot, és itt fogja dobozolni lényegében a készterméket. Szerintem ez egy mintaértékű folyamat lehetne, illetve lehet is, hiszen nem csak ez az egy lesz a területi operatív programban, hanem több ilyen pályázatot ítélt pozitívan a bírálóbizottság. Bízunk abban, hogy a kormányzat azon terve, hogy a területi operatív programot egy más forrásból, hazai forrásból szeretnék tovább folytatni egy következő ütembe, és emellett még természetesen ugye indul a Magyar Vidék programja, ami szintén a kistelepülési lehetőségeket fogja a következő időszakban növelni, akkor úgy gondoljuk, hogy ezekre a fejlesztési ütemekre, a következő lépcsőre
netán az azt követő lépcsőre, vagy a következő szomszéd településben létrejövő fejlesztésekre is lesz lehetőség pénz és Európai Uniós vagy hazai forrás. A NAKI agrárlogisztikai központot a jövőben tovább bővítik. A cél, hogy a tökmagot helyben sajtolják és olajat készítsenek belőle, valamint, hogy az étkezési tökmagot is így zacskózzák be. Már a buszsofőrök sem szerettek végigmenni Kaposszekcsőtől Jágónakon keresztül Tolna és Baranya megye határáig, annyira járhatatlan, rossz minőségű volt az út, ám most 346 millió forintnyi top forrásból megújult ez az út is, mintegy 6 kilométeres szakaszon. Tolna megyében hazai és uniós forrásból összesen 20 útszakaszt újítanak fel, aminek a 70-80%-a már elkészült. Könnyedén hajt át a felújított úton ez az autós Jágónak főutcáján. A helyiek erre régóta vártak már, a több mint 30 éves járhatatlan rossz minőségű utakra sokat panaszkodtak a sofőrök, különösen az autóbuszvezetők, mondja Jágónak polgármestere. Nagyon örülünk neki, nagyon rossz minőségű, úgymond már járhatatlanok voltak az útjaink. Nagyon sokszor jelezték a volántól, hogy hát nem nagyon jó szándékkal szeretnék beengedni a buszaikat. Idén tavasszal nekiálltak a munkálatok. Jelenleg még nincs teljesen lezárva, 2019. március elején lesz a hivatalos lezárása az útnak, de hála jó Istennek elkészült, jó minőségbe készült, és nagyon mindenki örül neki a településen. A Kaposszekcsőt, Jágónakot és Meződöt összekötő út egészen a Baranya és Tolna megye határáig újult meg a településfejlesztési operatív programból elnyert 346 millió forintból. Országos szinten a Magyar Közút Nonprofit ZRT több mint 529 kilométer utat újít teljes körűen fel. Az a burkolatokat, patkátokat, vízelvezetőket jelenti. Ez az út is gyakorlatilag teljes körűen fel lett újítva, Tolna megyei szakasza, ami 6,2 km, illetve az út tartalmaz egy hidat a Sárádi patakon, a lévő hidat az is teljes körűen felújításra került. Megyei szinten mind a hazai forrásból megvalósuló útfelújítások, mind a TOP, a terület és településfejlesztés operatív programból megvalósuló útfelújítások, az 20 útszakaszt érint, aminek a 70-80%-a már elkészült, illetve jelenleg műszaki átadások zajlanak, a maradékok pedig még készülnek, és várjuk a befejezését. Az ünnepélyes átadón Fehérvári Tamás, a projektnek zöld utat adó Tolna megyei önkormányzat elnöke azt emelte ki, hogy a megyébe érkező 27,5 milliárd forintnyi top forrás célja, hogy élhetővé, biztonságossá váljanak a települések, Jágónak pedig különösen közel áll a szívéhez. Azért is kiemelten fontos nekem ennek a településnek a sorsa, mert az én szülővárosomhoz, Dombóvárhoz igen közeli településről van szó, és amellett, hogy egy nagyon szép fekvésű, nagyon jó adottságú település, számosan értéket hordoz, amely az én szememben óriási jelentőségű. Amellett Habatortán, hogy számos itt élőt ismerek, számos itt élő a barátom, ismerősöm, sőt, vannak rokonaim is itt a településen. Azt gondolom, hogy a kormányzat együttműködve az Európai Unióval, az Európai Uniós források felhasználásában jelentős lépéseket tett. Ezeknek a forrásoknak a haszna, értelme alapvetően az volt, hogy az Európai Unió településeit megpróbálják egy szintre, közel egy szintre emelni. Ilyen szempontból Magyarországon a magyar településeknek ez egy nagyon-nagyon fontos lehetőség a következő időszakban is. A Tolna megyei önkormányzat vezetői a megyét járva úgy tapasztalják, jó helyre kerültek a források. Ilyenkor hálás a települések járása, illetve a találkozás az ott élő emberekkel, hiszen mindenki a köszönet hangján, a dicséret hangján, vagy pedig a kicsit morózusabbak azt mondják, ugye megmondtam, hogy ezt kellett csinálni, és egyébként akkor rájöttünk, hogy tényleg ezt már nagyon régóta, nagyon sokan szeretnék a településen végrehajtani, csak igazán nem volt rá forrás mostban. Tolna megyében hazai és uniós forrásból összesen 51 kilométernyi út újul meg. A fejlesztések 70-80%-a már elkészült, Tolna megyében egyébként megközelítőleg 1100 kilométernyi út van.
Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!